hatodik magyar diákkövetkező programjátet népszerűsítsük, és én rögtön szeretném megkérni dr. Kantanászor, a magyar diákkövetkező elnökét, hogy két-három percben mondja el köszöntő beszédét, és ezúttal mindenkit nagyon szeretném kérni, hogy gyorsan haladjunk, illetve minél törvőbb legyen a sajtótájékoztató, a vendégek, illetve a mikrofonhoz kiszorított urak, hölgyek tényleg két-három percben beszélnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon megtisztelő, hogy ilyen sokan eljöttek, és minden ilyen sokan vannak. Az egyik oldalán azt mondta az előbb, hogy egy jó sajtótájékoztatón a három is érve van. Az egyik, hogy rövidség, a rövid legyen. A másik az, hogy rengeteg információval segítsük az újságírókat. A harmadik pedig, hogy a végén legyen valamilyen italma és valami finomság. Ő nem mondta, hogy legyen ki a végén, de én azt mondanám, hogy rövid lesz, 45-50 percet elvezünk, tényleg azt kérem mindenkit, hogy két-három percet fogjál össze. Rengeteg információ is el van, tehát műsorosság szóval, akkor van a világtalálkozókon fognak részletes programokkal. 10 napnak nem mondhatjuk el itt az összes eseményét nyilván, azért elmondanám, tehát, hogy akkor meg nem jönnének el, de jöjjenek el, és akkor hát egyet csinálunk hozzá. Valamint a Tarkai Pálinkától kezdve a Sápi Borászokon át a minden lesz itt a végén. Amit én szeretnék mondani, az először is köszönhet a sajtónak, hogy minden évben olyan sok és bőséges információt ad, hogy a rendezvényeink mindig 30-es fölötti látogatottsággal kiadhatnak. Tehát köszönöm minden írást, és köszönöm azoknak is, akik nincsenek itt néhány perc a Láncidádió délután, bekapcsolva minket. Tehát én azt kérem továbbra is, hogy jöjjenek el, legyenek vissza rendezvényen, és írjanak is minél tudományokat jelentesenek meg. A másik köszönet azoknak a szervezőknek, hangzik el, akik több mint 300-an vannak, és ezen a 10 napos rendezvénynek valamilyen szegmensébe, tímébe ott vannak, és működtetik az egész rendezvényt. Köszönöm az együttműködő partnereknek, akik közül itt néhány majd rövidesen szólni fog, 12-en vannak. Ők nem lehetne ilyen mostani rendezvényt csinálni. Két olyan információt mondanék, amely még nem jelent meg a mostani sajtóban. Az egyik az, hogy a világtalálkozó védnöke, dr. Sesztár Miklós, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, Szabolcs Szatmár országgyűlési képviselője. Szabolcs Szatmár az egyik díszvendége a világtalálkozónak, a másik díszvendége a kontinentális Latin-Amerika, és a harmadik pedig az ausztriai magyarság, különösen az ővidék. Most hát akkor várjunk bele, remélem 3 percen belül maradt. Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, Afrikától kezdve Ciprus.